Üdvözlöm Györfinél Varga Krisztinát, vezető ápolót, itt vagyunk az idősek otthonába, a kórház úti idősek otthonába. Milyen rendezvény alkalmából gyűltünk ma itt össze, és mi a rendezvény fő célja? Köszönöm szépen, én is üdvözlöm Önöket. Igazából a mai napi rendezvényünk, ez a karácsonyi ünnepségünk, amit ilyenkor karácsony előtti napokban szoktuk megtartani a lakóink és a dolgozóink számára. Ilyenkor a fenntartónk és a Karcagváros önkormányzata is mindig a tiszteletét teszi. Amikor elérkezik az karácsonyi ünnepkör, ilyenkor mind a két intézményünkben elkezdődik a karácsonyi készülődés, ünnepi hangulódás, ilyenkor felkerül a falakra a lakók által készített díszek, képek, rajzok, minden épületünkben, mind a két telephelyünkre kitesszük a szintekre a karácsonyfát, felállítjuk, bekapcsoljuk az ünnepi fényeket, és karácsonyi zenét hallgatunk, karácsonyi énekeket éneklünk ilyenkor. Ennek az ünnepkörnek része a Mikulásnak is az érkezése, tehát vannak nekünk olyan kis kedves szokásaink, amik lényegében a karácsonyi készülődéskor nélkülözhetetlenek, ezek fokozzák egyben az ünnepi várakozást is, az izgalmat, a várakozás izgalmát, és ilyenkor december 6-án megérkezik mind a két intézményünkben a Mikulás. Ez egy nagyon nagy dolog, mert hogy az ilyenkor a Mikulás végigjár a szobákban, mindenhova eljut, azokhoz a lakókhoz is, akik lényegében nem tudnak kijönni már egészségi állapotuk miatt a szobából. Ilyenkor mindig megható, hogy boldog, mosolygós arcokat látunk a lakóinkon. És akkor itt van most a mai napnak az aktualitása, lényegében a karácsonyi ünnepségünk. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a városunknak az oktatási intézményeivel, és ebben az évben az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolának a tanítványai, tanárai jönnek el, és csempésznek örömet a kis szeretetteljes műsorunkkal. Lényegében szeretnénk megőrizni az ünnepnek azt a szeretetét, meghittségét, és ezért dolgozunk a mindennapokban, hiszen az ápolás mellett, az ellátás mellett nagyon fontos, hogy a hozzátartozóknak a hiányát is tudjuk pótolni ezekben az időszakokban, hiszen van olyan lakónk, akihez nem tudnak eljutni a hozzátartozók, így a család hiányát is próbáljuk tompítani ezekben az időszakokban. Karácsonykor mindig hagyományos ételekkel kedveskedünk a lakóink számára, mindig nagy kedvenc a halászlé, a töltött káposzta, húsleves. Tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, Fánti Ildikó képviselőasszony. Molnár Pál képviselő urat. Köszöntöm Hodos Bálintnét, intézményi igazgatónőjét, és Györfiné Varga Krisztinát, intézményvezető ápolót. Szepesi Tibor polgármester úr üzenetét szeretném átadni, aki a mai napon a hivatali elfoglaltságai miatt nem tud a rendezvényünkön részt venni, de mindenkinek kíván békés, boldog ünnepeket és nagyon jó egészséget. Karácsony. Ennek a szónak a hallatán mindannyiunknak ugyanaz jut az eszébe. Örömhír, béke, szeretet. Ilyenkor van igazán alkalmunk arra, hogy a rohanó világunkban egy kicsi szünetet tartsunk, és a szeretteink körében meghitten ünnepeljünk. A karácsonyi időszak az adventtel kezdődik, amely 2023-ban december 3-ára esett. Advent, a nyugalom, az adakozás, a megnyugvás és a meghittség időszaka. 4 héten át vasárnapról vasárnapra meggyújtjuk az adventi koszorú gyertyáit, melyek a hitet, a reményt, az örömöt és a szeretet szimbolizálják. Ebben az évben az utolsó gyertyagyújtás december 24-ére szentestére esik. Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön élni, az az, hogy az ember tudjon szeretetet adni és elfogadni is. Csak ezt teheti boldoggá az embert.
milyen egyszerűen hangzik, és mégis olyan nehéz megvalósítani. Hiszen sokan azt gondoljuk, a szeretet természetes, de valahogy a mindennapjainkban ez mégsem jelenik meg. Kitölti életünket a munkahely, a kollégák, az aggódás, a gondok, problémák, életünkbe észrevétlenül belopóznak a szürke hétköznapok. A karácsony azonban egymáshoz vezet bennünket, nem csak egy ünnep, hanem egy érzés. Szépségét nem az ajándékok nagyságával kell mérnünk, hanem egy olyan ajándékkal, amiből mindenki részesülhet, amit mindenki adhat, ez pedig a szeretet. A karácsony megelőző hetekben a várakozást, a nyugodt készülődést kellene előtérbe helyeznünk. A karácsony nem csak a keresztény emberek számára fontos ünnep, hanem a világon mindenhol örömnap. Eredeti üzenete valamiért az évek során kicsit elveszett. A szeretet időnként elhalványulni látszik. Fényét azzal tudjuk erősíteni, ha a karácsonyfa alá az ajándékokkal együtt elhelyezzük szívünk szétáradó szeretetét is. Ezt az ünnepet az emlékezés, az együttlét élménye, a boldogság érzése különbözteti meg a hétköznapoktól. Egymásra mosolygunk, mert együtt lehetünk. Meggyújtjuk a gyertyákat, és emlékezünk azokra is, akik már nincsenek itt velünk. Őrizzünk meg ebből az ünnepi pillanatból morzsákat az eljövendő év hétköznapjaira azért, hogy azokból egy kicsit ünnepít, kicsit méltóságteljeset, a hétköznapitól eltérőt varázsoljon. Mit is kívánhatnánk magunknak a következő évre? Természetesen mindenkinek egészséget, boldogságot, békességet, anyagi biztonságot és szerencsét.